Köszöntöm a kedves nézőket! A háttérben először is folytatjuk sorozatunkat, amelyben környékbeli településeken nézünk szét képletesen, hogy mi újság. Ebben általában ugye a települések polgármesterei szoktak segítségünkre lenni. Így van ez most is, amikor dr. Petrányi Csabát köszöntöm Újszilvásról. Szervusz, polgármester úr, köszöntelek! Köszöntelek én is, Gábor! Ma javában benne vagyunk 2017-ben, ezért most már 16-ról talán picit kevesebbet szólunk, hiszen nagyon sok olyan dolog van, ami javában tart most, de még lehet, hogy tavaly kezdődött el, de igazából most fog talán lendületet venni sok program 2017-ben. Jó, gondolom? Ez így van. Vannak olyan programjaink, ugye, amelyek nem egyévesek. Ilyen például az úszoda programunk, amely egy tanúszoda és sportcentrum nevet kapta. Mikor indult ez? Már pár éve szó volt erről, amikor hát pár éve készülünk terv szinten, rá, igen. Pár éve készülünk rá, de igazán tavaly évelején indult a beruházás első üteme, és az június 30-a magasságában elkészül elméletileg. Jól halad egyébként a beruházás, elkészültek a medencék szerkezetileg, valamint egy gépészeti szint elkészült már. Mivel sportiskola lett az általános iskolánk tavaly szeptember óta, ezért különös jelentősége van, hogy a labda sportágak, a kézilabda, kosárlabda, foci és egyéb sportágak mellett a vízes sportágak is be tudjanak majd indulni rövidesen. Ez egy nem kis lépés volt azért, ez a sportiskolává válás, és gondolom, hogy nem csak egy pöcsétes papírt kellett beadni a hivatalba, és azt mondták, hogy rendben van, azért meg kellett felelni bizonyos kritériumoknak. Így van, tárgyi eszközökben, személyi feltételekben, és hát nagyon örülünk annak, hogy nyitott ennek az általános iskolának a vezetése. Ugye a református egyház üzemelteti, és hát nagyon számít arra természetesen, hogy minél nagyobb kihasználtsággal működjön majd ez a kis mikrotérségi sportcentrum, ez a kis úszoda, és minél több fiatal tudjunk majd a környező településekről, a Tápiószőlős, Tápiószele, Farmos, Tápiógyörgye és Abony mikrotérség tekintetében bevonzani úszási és vízilabda sportágok utánpótlása szempontjából. Ugye komoly szerepet játszott ebben a folyamatban dr. Beck György, ugye? Bizony, bizony. Nélküle ez nem jöhetett volna létre, itt simán el lehet mondani, hiszen ezt a kezdeményezést igazán ő tekintette egy nagyon-nagyon fontos térségi programnak, és hát minden erejével azon volt, hogy segítsen nekünk, mai napig is ezt teszi. Nagyon nagy köszönet érte, nem jött volna létre nélküle, és hát várhatóan ennek az úszodának a neve is Beck úszoda lesz. Ha már itt tartunk a sportnál, bár ugye a végére szokták tenni a sportokat, de hogyha így belekaptunk a sportiskola és az úszoda révén, azért említsük meg, hogy az elmúlt években azért komoly sportberuházások zajlottak, és még tervszinten zajlanak most is Újszilváson. Hát amikor közel 20 éve először jártam arra, akkor még ott az a foci pálya, hát egy jobb állapotban lévő liba legelőnek nézett ki tulajdonképpen, és aztán indultak szépen a beruházások, épületek, maga a pálya is igen. Megújult, hát most már azért rá se ismer, aki akkor látta utoljára. Hát igen, én is azt gondolom, hogy ebben is nagy eredményt tudtunk elérni, és a foci csapatunk az első háromban benne van, és 90%-a újszilvási focista, erre vagyunk nagyon büszkék, és megérdemlik ezt a pályát, ezt a sportcentrumot is. Ugye a Magyar Labdarúgó Szövetség TAU támogatásainak megfelelően, valamint az önkormányzat saját erejéből építette meg egy teljesen új, korszerű épületet, a felső szinten konditeremmel, fitnessteremmel, az alsó része pedig kiszolgálja a focit minden szinten, és ez mellett ugye egy műfüves pályát is sikerült az elmúlt években építeni, a teljes lelátó rendszer meg van építve, a teljes vízellátó rendszer, a világítása a sportpályának. Most egy gyakorlópályát sikerült építenünk, egy 40x20-as füves pályát, szintén öntözőrendszerrel ellátva, saját vízbázisa van magának a sportcentrumnak, és hogyha a Jóisten segít bennünket, akkor még az idei esztendőben egy
fallabdapályát is szeretnénk őszre valahogy megépíteni. Ha nem, más nem, akkor az át fog csúszni a következő esztendőbe, de sikerült már az idei esztendőben szintén TAU támogatásból egy Volkswagen kisbuszt, egy 9 személyes kisbuszt vásárolnunk, saját erő kiegészítéssel, amellyel a sportolókat szállítjuk. Csak a TAU az egész jól működött akkor ott. Nagyon. Az ott nálatok. A másik dolog, ami mindenképpen sokaknak eszébe juthat új szívásra, az a megújuló energiák. Ugye a látványos napelempark, és hát egyáltalán ugye a geotermikus energia használat, ebben nagyon élen jártatok mindig is, és nincs megállás. Hát igen, ez így van. Mindig csinálunk valamit. 2016-ban Magyarországon mi lettünk a napkorona bajnokok. Ezzel büszkélkedhetünk, és hát mindig csinálunk valamit, de most nem napelemet építünk. Az általános iskolára sikerült elnyernünk egy 55%-os intenzitású energiahatékonysági pályázatot, amelyet országgyűlési képviselőnk Földi László segített hozzá bennünket, és természetesen a kollégákkal jó pályázatot írtunk. Lényege az, hogy azért 55%-os, mert napelem van a tetején, és geotermikus energiával fűtünk, csak érdekes módon akkor még nem lehetett pályázni nyílászárókra. Mindig arra kell pályázni, éppen kiírnak, ugye? És hőszigetelésre, ami nagyon-nagyon fontos kellékét jelenti ugye egy jó energiahatékony épületnek. Úgyhogy ez most meg fog történni, 16 centis kőzetgyapott szigetelést kap, és új megfelelő nyílászárókat, most már nem fognak szelelni, korhadtak. És nem az utcát fűtitek. Tegyük hozzá. Így van. Ez sem mellékes. Részesen fogy az időnk, de a Start Minta programról mindenképpen beszéljünk. Nemrégiben azt mondtad nekem, hogy butaság nem kihasználni azokat a lehetőségeket. Annyi hátulütője van a dolognak idézőjelben, hogy azok az emberek, akiket vissza tudtok vezetni a munkavilágába, a valódi munkavilágába, tehát azok nagy része nem marad nyilván új szilváson, hanem máshol fog munkát találni, de hát akkor is egy szép feladat. Így van, mindenképpen az a feladatunk, hogy az elsődleges munkaerőpiacra vissza irányítsuk az embereket. Ez a legfontosabb feladat a közfoglalkoztatásnak szerintem, viszont azokat az ágazatokat meg kell keresnünk, amelyek jövedelmezőek, és így mi például a konyha ellátására a friss nyersanyagokat megtermeljük, mind növényekben, mind állatokban, mind amellett pedig járdaprogramot indítunk az idei esztendőben, bocsánat. És a járdaprogram ugye többek között ugye arról szól, hogy magát az anyagot, tehát amit le fogtok tenni, azt is ott állítják majd elő. Így van. Tehát gyakorlatilag a Viacolort mi gyártjuk, és elindul az utcákban a járdaprogram, több kilométer járdát fogunk építeni. Az kemény. Ami mostában egy újdonság, hogy a paprika is ugye már új szíváshoz köthető, nagyon jó minőségű paprikát tudtok előállítani, szintén a Start Minta program keretében. Tésztaüzem is épült, és most a homoktöv is lesz a következő kedvenc. Mindig kerestek valami újat? Tehát, mint ahogy említettem, jövedelmező ágazatokat kell keresni. A csemege paprika termesztésre van piac, természetesen a jó minőségűre. 1800 kg őrölt, nagyon jó minőségű paprikát sikerült a tavalyi esztendőben előállítanunk, és próbaként indul el gyakorlatilag a homoktövis termesztés. Látunk benne fantáziát, csatlakozni kívánunk ehhez a szövetséghez, amelyhez ugye kormányprogram keretén belül gyakorlatilag egy export, egy nagyobb mennyiségi export fog majd megindulni akár Japán irányában, ahonnan nagy érdeklődést mutatnak. Én azt gondolom, hogy ez csak egy kezdés, ez az egy hektár homoktövis, de a következő esztendőkben akár 5-6-10 hektárral is érdemes lenne becsatlakozni, ha ez megfelelően azt a piacot szolgálja, a normál gabonáknak, a normál magyar növényeknek akár a kétszeres, háromszoros jövedelmét is biztosíthatja. Ez szép. Mint hogyha már az ősi dolgoknál tartunk, az ugye őshonos baromfikkal is foglalkoztok, tyúkfajták és pulykafajták, ugye ez sem csak azért van, hogy legyen, hanem ezek is haszonállatok gyakorlatilag. Igen, az első, a programnak az első része az, hogy új szilváson
próbáljuk meg az őshonos baromfikat meghonosítani újra. Ez azt jelenti, hogy egy génbankból származó őshonos tyúkok 4 fajtája került Újszilvásra, az önkormányzati telepre, és ez mellett Pulykából is 2 fajta. És először a lakosságnak juttatjuk ki, a távlati tervünk pedig az, hogy a Cegléd és a Nagykátai térségben az önkormányzatok részére, akik igényt tartanak rá, hogy rendelkezzenek őshonos állománnyal szintén ezekből a baromfikból, egy ilyen kvázi integrátori szerepet szeretnénk ellátni, hiszen adott nekünk most már minden a program keretén belül, vannak keltetőgépeink, bújtatógépeink, van telepünk, van megfelelő állományunk, hiteles állományunk, amely biztosíthatja azt, hogy ez a törzsállomány tovább folytatható legyen, és a magyar tájjellegű őshonos állatállomány szaporodhasson újra Magyarországon. Ebben minden, a térségben is. Igen. Időnk nincs viszont, hál' Istennek ott van minden, ami kell ehhez a programhoz, időnk nincs több. Azért sok mindenről sikerült beszélni, remélem, hogy azért a legfontosabbakat el tudtuk mondani, hogy mik zajlanak most Újszilváson, de hát nincsen messze Cegléttől, se tessék kinézni, szétnézni, és akár hogyha tudnak egy 5 percet fellopni dr. Petrányi Csaba életéből, akkor vele megbeszélhetik ott a helyszínen is, hogy mi újság. Jó munkát kívánok nektek! Köszönjük szépen! Köszönöm, hogy eljöttél! Köszönöm a lehetőséget! Mi pedig mindjárt megyünk tovább, és ha már emlegettünk napelemeket, akkor egy picit jobban belemegyünk ebbe a témába.